Szemeszállni nem szoktam, igen. Az egyik legfontosabb teendő kétségkívül ez akkor, ha valaki környezettudatosan szeretne élni. A Rákóczi iskola tanulói az iskola mögötti parkot tisztították meg a szeméttől. Itt szoktunk 60 métereket futni tornaórán, itt szoktunk felméréseket végezni, úgyhogy szerintem fontos, hogy tisztán tartsuk a környezetet, amit használunk. Az iskola uniós támogatással programot indított annak érdekében, hogy a környezetvédelem kérdése a gyermekek számára is fontos legyen. Egészséggel, hulladékgyűjtésen, energiával kapcsolatos rendezvényeink vannak, és mivel szeptember 23-a itt van a közelben, ugye ez a hulladékmentes nap, meg nem régen volt a takarítási világnap, így ezt az egészet összefoglaltuk. Ebben a tanévben azonban nem ez az egyetlen nap, amely a környezetvédelemről szól, hiszen számos programot szerveznek a környezettudatosság jegyében. Hetente szelektíven gyűjtjük a PET palackot, a száraz elemet, a lombhulladékot elszállítatjuk, szelektív hulladékgyűjtők találhatók minden folyoson. A tematikus programot a takarítás és a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Világnap alkalmából szervezték meg az iskolában.